olyan csodálatos lehetőség számomra veletek lenni ma este. Soha nem jártam Új-Mexikó ezen részén, az egyetlen hely, ahol jártam, az Új-Mexikó Raton volt. Gyors látogatás volt Colorado-ból egy beszélgetés miatt 7 éve, aztán vissza Colorado-ba. De ezúttal Abergullba szálltam le, és nagyon örülök, hogy itt vagyok. Tudjátok, fogadok, hogy mindannyiunknak úgy tűnik, hogy a világunk már elérte a csúcspontot, most már lefelé tart és gyorsul. Látjuk, ahogy országok egymás után omlanak össze, látunk olyan kormányokat, amik nem tudnak működni, látunk embereket, akik már nem bíznak a kormányukba, látjuk, hogy gazdaságok omlanak össze, a világ sok részén látunk polgári zavargásokat, és mindennek nincs köze a COVID-hoz. Azoknak a dolgoknak, amik Dél-Afrikában történnek, nincs köze hozzá. Egyéb dolgoknak sem, mint ami most Iránban történik. Az iráni arab kisebbség elnyomásával kapcsolatban, akik most épp felkelnek. Az ország többi része tiltakozik a rezsim, a gonosz rezsim ellen. Háborúkat látunk a Közép-Kelet többi részén, háborúkat látunk a világ többi részein is. Ez a világ lefelé halad, de mi még mindig itt vagyunk. Amíg mi itt vagyunk, annak oka van, egy időszakra vagyunk itt, és el kell foglalnunk magunkat, amíg el nem megyünk. Tehát, ne ragadjatok le a rossz dolgoknál, amik most történnek, és ne legyetek depressziósak, mintha itt lenne a vég. Nem. Nekünk nagyobb reményünk van. Ez itt nem a mi otthonunk, ezt te is tudod. Mennyei állampolgárságunk van. Mi most itt nagykövetek vagyunk Krisztus nevében. Itt vagyunk, és amikor ő háborút fog indítani a világ ellen, a nagyköveteket általában hazahívják, mint azt mondja, én tudjuk, tehát szükséges, hogy mindenki megértse, ez nem nekünk szól. Hiszem, hogy az utolsó időkben élünk, ahogy János mondja, ez az utolsó óra. És azt is hiszem, hogy jelek vannak körülöttünk mindenfelé. De azt is hiszem, hogy nagyon óvatosaknak kell lennünk, hogy hogyan osztod meg az igét, helyesen kell megosztani, mert gyakran látjuk, hogy mindaz, ami körülöttünk folyik, szenzációhajhászáshoz vezet, ami félelemhez, szorongáshoz, és a Szentírás téves értelmezéséhez vezet. Sajnos ez sok embert eltávolít a hittől. Tehát a mai estének a témájának a címe: elkezdődött már a nagy nyomorúság? Akár hiszed, akár nem. Kereszténység meg van osztva azokkal, akik azt hiszik, hogy a nagy nyomorúság nem lesz, nem fog megtörténni. És azokkal, akik hiszik, hogy a nagy nyomorúság meg fog történni, és talán már meg is kezdődött, de ez nekünk, az egyháznak szól. Mind a kettő téved, mert a Biblia nagyon világosan beszél erről. Na most, azt mondani, hogy minden rendben van, nincs. Persze, hogy nincs. A rémálom, a jelenlegi rémálunk 2019. decemberében kezdődött. December végén, januárban és februárban mindannyiunk tudjuk, hogy ez a COVID-19. Ezért hívják COVID-19-nek, mert 2019 végén kezdődött. Aztán persze világosan látjuk, hogy még nem vagyunk túl rajta, különböző változatai vannak, különböző dolgok, de még mindig ez alatt a nagy felhő alatt vagyunk. Világszerte globális lezárásokat látunk, néha legtöbb esetben nem is a jó okból. Világszerte 4 millió halálesetet látunk, a legtöbbjük egyébként Brazíliában és Indiában, más helyeken, nagyon sok helyet
megtalált. Fegyverkezés és megosztottság az egyházba. Soha életemben nem láttam megosztottnak az egyházat. Soha nem láttam ennyi megosztott családot. Soha nem láttam ennyi barátot, akik nem beszélnek egymással, amennyit most látok. Az ellenség sikeresen elérte az egyházat, családokat, barátságokat a COVID-19 által. Mindannyian tudjuk, hogy Amerika 2020. május 25-e után, George Floyd halála után zavargások kezdődtek minden amerikai városban, és persze különböző országokban is. Nem maradt itt, hanem eljutott az Egyesült Királyságba, és a világ minden részére. És ez a hülyeség folytatódik. Ha ez nem elég, akkor Irán április 11-én bejelentette ebben az évben az urán 60%-os dútosítására vonatkozó tervét, amit most 90%-ra akarnak emelni. Így van most egy dzsihádista országunk, amely hetek múlva nukleáris országá válik. Hetek, nem hónapok. Ha ez nem elég, most hallottuk, hogy május 10-én, hogy Izraelt megtámadták, közel két hétig támadták a gázai terroristák, Hamas és az iszlám dzsihád, ezzel is ezer rakétával 10%-a a rakétának önmagára esett, csak hogy tud. A többi 90%-ból 90%-ot az izraeli rendszer vaskupola lőtte le. Azt mondják, a pletyka az, mivel azt hallottuk korábban, hogy a Hamas dühös Izrael istenére, mert a rakétákat eltereli, hogy azok ne Izraelre essenek. Az istenük eltéríti a rakétákat a becsapódástól. Ha ez nem elég, akkor a kereszténység továbbra is a világon a legüldözöttebb hit. Még ma is Gázában alig maradt keresztény. Alig van olyan keresztény, akik helyesen tudnának működni olyan országokban, mint Afganisztán, Irán, Pakisztán és más helyeken. Üldözések vannak Indonéziában, sőt Malajziában is. Ezek a legnagyobb muzulmán országok itt a Földön. Azt látjuk, hogy a világ szó szerint szétessék. Mégis emlékeznünk kell, erre a kérdésre elkezdődött-e a nagy nyomorúság? Talán jogos a kérdés, mert szörnyű dolgokat látunk magunk körül. De vajon pontosan erre gondolt Jézus, amikor elmagyarázta, hogy miről fog szólni a nagy nyomorúság? És ki lesz ott a nagy nyomorúságban? Ez érdekes, mert az emberek gyakran összekeverik a bajokat a nagy nyomorúsággal. Gyakran azt gondolják, minden nagyobb baj jogos kezdete a nagy nyomorúságnak. Ez persze nem igaz. A baj egy nehézség vagy probléma. Van itt valaki, akinek nincs problémája? Akinek nincs nehézség az életében? Van valaki, aki tökéletes? Rendben. Ez a problémamentes és nehézségektől mentes állapotot korábban is élvezted? Vagy születésed óta találkoztál nehézségekkel és problémákkal? Látod, nem minden a nagy nyomorúság. Nagyon óvatosnak kell lennünk. Vannak háborúk, és háborúról hírek szerte a világban. Egyébként most jobban, mint valaha. Szeretném, ha tudnád, hogy az amerikai erők jelenleg is nagy veszélynek vannak kitéve Irakban. Nagyon dühösek a találkozó miatt, amit az elnök úr, az önök 46. elnöke az iraki miniszterelnökkel tartott. Neveket nem mondok, mert világosan látjuk a különbséget a 45 és 46 között. Döbbenetes. Tudjuk, mellesleg nem vagyok politikai személyiség, nem népszerűsítek egyetlen politikai pártot sem. Izraeli vagyok, nem szavazhatok itt. Valójában megtehetném, ha akarnám, de nem.
Nem akarom. De mi? Rio Grande, oké, figyelj. Itt van, nem? Figyelj. Még a járványok sem újdonságok. Még a koronavírus sem újdonság. Csak tudd, ez a vírus már régóta itt van. Voltak járványok, valaki élt a gyermekbénulások idején. Valaki itt? Lehet, hogy tudod, hogy a gyermekbénulás járvány idején a New York-i tisztviselők, szociális munkások betörtek házakba, és elvették a gyereket a szülőktől. Tudtad ezt? Persze, akkor létezett volna a Facebook, akkor a tüntetések miatt véget ért volna, de nem így történt. Senki sem tiltakozott úgy, ahogy ma az emberek tennék. Mit tegyünk? Tegyünk meg mindent a megfelelő perspektívát. A szabadsági okok és azok megsértése örökre fennáll. Csak tud. A világjárványok csak egy a sok közül, amiket maga Jézus jellemez az utolsó napokra. Jézus ezt mondta Máté 24-ben. Jézus így válaszolt nekünk, a tanítványoknak, akik a világ végéről kérdezték. Vigyázzatok, nehogy valaki megtéveszen titeket. Elámultam, mert ezzel azt mondja, nézzetek, a világ végét illetően olyan sok megtévesztés lesz. Vigyázzatok, nehogy valaki megtéveszen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, hallottok háborús hírekről, vigyázzatok, ne rémüljetek meg. Halló, vigyázzatok, ne rémüljetek meg. Ezek után így folytatja, ezt mondja, mert ezeknek, tessék, mondjuk ki ezt a szót, kell. Miért mondja azt kell? Miért? Mert emberek vagyunk, nagyon gyenge teremtmények. Csak nézzünk magunkra. Alig tudjuk megérteni, mit hoz a holnap. Isten az idő felett van. Isten már mindent látott. Tehát, amikor azt mondja nekünk, hogy ezeknek meg kell történni, tudod, miért mondja? Mert ő már tudja, hogy ez megtörtént. Mi még nem voltunk ott, ami meg fog történni, ő már látta, hogy megtörtént. Tehát nem a sugallja, hogy ez lehet, talán kellene, azt mondja, ennek meg kell történnie. Tehát nem nyitott tárgyalásokra. Ha valamit meg kell történni, ez meg fog történni, akár tetszik, akár nem. Mellesleg senkit sem fog megkérdezni. Nézd, mit mond. Mert nemzet ellen, egyébként a görög etnos ellen van. Etnikai csoportok, ez nem feltétlenül nemzetiség. Egy országon belüli etnikai csoportok harcolnak. Ezt látod Iránban, Irakban, Szíriában, Líbiában, ezt látod Libanonban most. Az egész közel-kelet etnikai csoportokról szól. Aztán ezt mondja, ország ellen támad birodalmak, mint Kína, Amerika, Oroszország. Nagy-nagy országok. Aztán azt mondja, éhínségek, járványok lesznek mindenfelé. Járványok és különféle betegségek. És földrengések lesznek mindenfelé. Árvizek, amik hirtelen jönnek. Láttad, mi történt Németországban, Belgiumban, Hollandiában az elmúlt hetekben? Példátlan. Ez mit mond, de mindez a vajudás kínjainak kezdete. Egyébként a nyomorúság nagy baj vagy szenvedés okozója. Még a nyomorúság szó sem feltétlenül beszél arra a nyomorúságról, amelyről Jézus beszél. Meg kell tudnunk különböztetni a megpróbáltatásokat a nagy nyomorúságtól, amiről a Biblia beszél. Izrael a kulcs ennek. Izrael a kulcs. Miért? Mert az ígéret vagy profécia a 7 évre vonatkozólag nem nektek lett odaadva. Nem a nemzeteknek vagy a pogányoknak adta oda, egy arkangyal adta oda Dánielnek Izraellel kapcsolatban. Izrael nemzetéről és Jeruzsálem városáról szól. Dániel azt mondja, 77 van kiszabva. Kire? Az angyal mondja ezt Dánielnek, a népedre és szent városodra. Akkor véget ér a hitszegés, és megszűnik a vétek. Engesztelés nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Látod, nagy dolgok fognak történni a nagy nyomorúság végén. Ez nem hiába való, nem azért, hogy bántsa a világot, hogy elpusztítsa azt. Nem, Isten mindig valami sokkal nagyobbat tartogat a számunkra.
Akkor aztán azt mondja, beteljesül a profétai látomás, és felkenik a szentek szentjét. Ez csodálatos. Tudd meg azért, és értsd meg, attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről, nem Salt Lake City, amíg a messiás, a fejedelem, herceg, nagyon fontos, a messiás fejedelem, ő nem az antikrisztus. A messiás herceg, ő a Krisztus, a messiá. Aztán azt mondja, amíg el nem jön, 7 hét, és 62 hét van. 7 hét, amíg felújtják azt a jeruzsálemi templomot, és még 62 hét, amíg megtörténik, hogy oda belép. Hölgyeim és uraim, a hetek a proféciában, amit Dániel az arkangyaltól kapott, majd később nekünk is oda lett adva, az 7 bibliai év. Az elképesztő, mert itt látjuk a pontos évek számát, aminek el kell telnie, attól a pillanattól kezdve, hogy Jeruzsálem építésről szóló rendeletet megadták, addig a pillanatig, amíg Messiás belép Jeruzsálembe. Ez 69 hét. 69x7x360, mert ez a hold év. Nem tudom, mert ti mindent megváltoztattatok. Figyelj, 173.880 nap. A mai napig, attól a pillanattól kezdve, hogy Artaxerxész ezt a rendeletet kiadta, egészen addig, amíg Jézus Szamáron bevonult, beteljesítette Zakariás proféta jövendőlését. Mai napig 173.880 nap. 69. Aztán ezt mondja, lesz még egy hét. Azt mondja, a 62 hét múlva pedig kiirtatik a messiás, és senkije sem lesz. Más szavakkal, nem azért fog belépni a városba, hogy uralkodjon, hanem hogy valójában engesztelő halála legyen. Miért engesztelő halál? Mert nem önmagának hal meg, nem tett semmit, amiért meg kéne halnia, nem önmagáért, a következő fejedelem népel. Ez egy másfajta fejedelem, aki eljön. Más szavakkal Dániel azt mondja, nézd, Jézusnak el kell jönni, Jeruzsálemnek el kell pusztulnia, miután ő meghal, és a templomnak el kell tűnnie, és majd a jövőben ugyanarról a területről, ahonnan a római birodalom eljött, hogy lerombolja a templomot és a várost, azok az emberek a várost és a szent helyet elpusztítja a következő fejedelem népe, és vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás, és megerősíti ez a fejedelem ennek a nagy birodalomnak és jövőbeli római birodalomnak a vezetője. Egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, jövő időben van. Más szavakkal Dániel azt mondja Izraelről, Jeruzsálemről, hogy a 7 év, amely még a jövőben van, mind Izraelről és Jeruzsálemről szól. Erről szól az egész. Mindig elmondom az embereknek, hogy a nagy nyomorúság Izrael üdvösségére van. Valószínű, hogy ez az egyetlen dolog, ami az üdvösségünkhöz vezet. Dániel ezt mondja, de a hét fele véget vet a véres áldozatnak és az étel áldozatnak. Más szavakkal, ez egy jövő idő kell, hogy legyen, amikor egy másik templom áll Jeruzsálemben. Ez alatt a 7 év alatt 3,5 évig fogja megtéveszteni Izraelt, akkor abba hagyatja az imádatot, és követelni fogja, hogy istenként imádják, mintha ő lenne az Isten. És utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott a pusztítóra szakad. Így kell lennie Izrael népének, vissza kell térni a földjére. Jeruzsálemnek újra kezünkbe kell lenni, és a templomnak állnia kell. Felépült már a templom? Oké. Rendben. Mivel a Biblia azt mondja 2. Tesszalonika levélben, kérünk pedig titeket, Atyám, Fiam, mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetére, és a mi őhozzá leendő egybegyűlésünkre, hogy ne tántorítassatok el Atya maradti értelmetektől, se ne háborítassatok meg se lélek által, se beszéd által. Nézd, akkor is léteztek álhírek. Álhírek. Úgy írták a leveleket, mintha Páltól lenne.
Ő pedig azt mondja, ne higgyetek nekik. Figyeljetek, emlékezzetek arra, amit tanítottam nektek. Vannak dolgok, amiknek meg kell történnie. Ne keverd össze a dolgok sorrendjét. Ne hagyd, hogy elmondják neked. Mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön ezzel addig, meddig. Nézd, nincs lehetőség Jézus második eljövetelére, mert Jézus napja, Jézus második eljövetele nem lehet előtte. Mielőtt? Először lesz egy nagy hitehagyás, majd az Antikrisztus felemelkedése, és megjelenik a bűnember, a veszedelem fia, aki ellenveti, és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek, vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint az Isten templomában, Isten gyanát mutogatván magát. Akár hiszed, akár nem, a zsidó nép felépíti a templomot, ami ott lesz majd Jeruzsálemben, egy világvezető talán ő lesz az, aki engedélyt ad a templom felépítésére, ez a világvezető talán eljön a templom felavatására. Valójában belép ebbe az épületbe, és önmagát Istennek jelenti ki. Ő lesz az Antikrisztus. Ő nem a Krisztus. Elképesztő jelenések 13 fejezet azt követi, amit Dániel látott a korábbi kinyilatkoztatásaiban, amiket kapott. És látték egy fenevadat feljönni a tengerből, melynek 7 feje 10 szarva, és az ő szarvain 10 korona volt az ő fején a káromlásnak a neve. És a fenevad, amelyet látték, hasonlóval a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvé, az ő szája, mint az oroszlán szája, és sárkány adá az ő rejét annak, és az ő királyi székét és nagy hatalmat. A sátának valamiféle teljes uralmat és irányítást kell gyakorolnia egy világ felett, mert Isten népe eltűnt. Hatalmat, trónt és tekintélyt adnak neki. Érdekes. Aztán ott van a hamis próféta, akik sokak szerint a pápa lehet. Talán. A Biblia azt mondja, azután látték más fenevadat feljönni a földből, ami azt jelenti, hogy már létezik. Az intézménye már itt van, ez nem valami új dolog. De azt mondja, akinek 2 szarva, a bárányéhoz hasonló vallásos megjelenése van, de úgy szólt, mint a sárkány. Hallottam néhány új prédikációját, nézd, mit mond. És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszik ő előtte, azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai, a földön lévők, emlékezz erre, imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. Tehát arról a világról beszélünk, ahol van egy politikai személy, van egy vallási személy, és a vallási személy alapvetően a vallási tekintélyt adja, vagy van egy vallási jóváhagyás, hogy a világ imádja az első fenevadat. Nyilvánvaló, hogy még nem tartunk itt. Nos, igen, látjuk a versenyt az egy világkormányért, nem igaz? Nézd, mi fog történni. Én nem vagyok proféta, én egy non-profit szervezetből jövök. Figyelj, elmondhatom, a kormányokba vetett bizalom mostanra elveszett. Nem csak itt, mert egy bizonyos mentális kapacitás. Nem, az egész világon. Menj az Egyesült Királyságba, Franciaországba, Hollandiába, Belgiumba, menj a skandináv országokba, menj Izraelbe. Új kormányunk van. A változás kormánya. Micsoda változások? Ojvé, ahogy héberül mondjuk, vagy jiddisül. Nézd, a világ már nem bízik a kormányokban. És tudod, mi lesz? Nézd meg, mi történt Ausztráliában. Azt próbálom mondani, hogy ez a kormányrendszer, amely egy országot irányít, elveszíti a lényegét több 100 millió ember szemében. És valami mást, valami újat, valami változást fognak keresni. És tudod mit? Mielőtt minden szétesik, ez az egy világkormány bevezetése mindannyiunknak tetszeni fog, mielőtt mindnyájan
elmegyünk innen. Figyelj, Jelenések könyve ezt mondja. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal, szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy homlukukra bélyeget tegyenek. Senki neve, se versen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy a fenevad neve. Vagy a fenevad nevének száma. Még nem tartunk itt. Ne felejtsük el a legfontosabbat. Biblikusan. Nem kellene itt lennünk, amikor a nyomorúság elkezdődik. 2 Tesszalonika, nem emlékeztek rá, hogy amikor még nálatok voltam, el tudod képzelni Pált a zsidó fickót? Nem emlékeztek? Azzal a zsidó akcentussal. Mikor veletek voltam, elmondtam ezeket a dolgokat. És tudjátok, hogy mi az, ami most még visszatartja, hogy csak maga, a maga idejében jelenjék meg. Az Antikrisztusról beszél, azt mondja, nézd, őt még nem lehet leleplezni, valami visszatartja. Aztán ezt mondja, figyelj, a törvénytiprás titokban már folyik, a törvénytelenség 1 Mózes 3-ból. Mi a törvénytelenség? Isten törvényét megszegik, és kiigazítják. Ez az. Aztán azt mondja, csak ő nagybetűvel, aki ezt most még visszatartja, ezt teszi, amíg ő mit, mondjuk együtt, el kell tűnni az útból. Valami megállítja az Antikrisztus felemelkedését, és a teljes, elképesztő sátáni uralmat itt ezen a világon. Ő a visszatartó. És ez a személy és a Szent Szellem az egyetlen test a Föld bolygón, amely el van pecsételve a Szent Szellemmel, az az egyház. Figyeld ezt! El kell ragadni őt az útból, és akkor, mondd ki, akkor, addig nem jelenik meg nyíltan, amíg el nem megyünk innen. Nem csak innen, nem sétálunk el, hanem elvisznek innen. Hé, viszlát! Nem! Bum, el innen! Ezt figyeld! És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek. Miért? Akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Más szavakkal, amíg mi itt vagyunk, és megosztjuk az evangéliumot, amíg elutasították, nem fogadták el az igazság szeretetét, hogy üdvözülhessenek. Ezt látjuk. Emiatt. Látod, Isten nem leli az örömét abban, hogy embereket a pokolba küldjön. Nézd, mert elutasították. És nem csak elutasították, hanem hogy Biblia azt mondja, hogy örömük volt a hamisságban. Városokban vonulnak fel. Szenzációhajhászás. Ez egy nagy dolog, ami ma ebben a világban, az egyházban folyik. Nézd, ebben a világban élek, látom, mi folyik itt. Mindannyian látjuk, hogy kormányok, kormányzók, olyan szervezetek, mint az EU világszervezet, mások, CDC, mindannyian tudjuk, hogy sok esetben, sok szempontból a döntéseik nem tiszták. Emberek érdekeit nézik. Tudjuk ezt. De onnantól kezdve, hogy szenzációvá tegyünk dolgokat, az út nagyon rövid. Mondok egy példát. Valaki online arra következtetése jutott, hogy a nagy nyomorúság már elkezdődött. Miért? Mert a korona koronát jelent, és az első lovasnak koronája van. Én meg de a korona 20 évvel ezelőtt is itt volt. Hála Istennek, nem azt gondolja, hogy itt a sörfesztivál ideje. Gondolj bele, figyelj!
Mindenhol vannak weboldalak körülöttünk, emberek, keresztények használják arra a következtetésre, hogy a nagy nyomorúságban vagyunk. Milyen szomorú, mert annyira nevetségesnek nézünk ki a világ szemében. Jelenések könyvében láthatjuk, hogy egy koronáról beszél, amit odaadtak neki, de ez nem a korona. Egy korona lesz annak a lovasnak a fején. Ne vedd a dolgokat így, és ne szenzációhajházkodj. Nem fog működni. Emlékszem, hogy Amerikából egy média csapat jelent meg Izraelben. Interjút akartak velem készíteni, ez 2017-ben volt, a csillagokban lévő jelekről. Jelek. Szeptember 23-án vége lesz a világnak. Az elragadtatásra szóló bibliai profécia szerint az apokalipszis pontosan ezen a napon fog bekövetkezni. Jöttek interjút készíteni, én megtönkretettem a partit. Azt mondtam, sajnálom, de ha tudod az elragadtatás időpontját, akkor teljesen biblia ellenes vagy. Senki sem tudja az elragadtatás napját. Bocsánat, de valahogy úgy döntöttek. A csillagok állása, jelenések 12, ekkor nagy jel tűnt fel az égen, egy asszony a napba öltözve, és láb alatt a hold, a fején pedig 12 csillagból álló korona. Tökéletes. Nem, nem az. Hányan éltetek itt a Y2K alatt? Halló, most mondjátok el az igazat. Hányan vetétek meg ezt a túlélő készletet az Y2K alatt? Nézd meg ezt! Y2K személyes túlélési útmutató. Látod, a kontextus számít. Nagyon óvatosnak kell lennünk. Néhány lelkipásztor és vezető szerte a világon arra utalnak, hogy a vakcina a fenevad bélyege. Minden nap kapok kérdéseket erre. Ez a fenevad bélyege? Hogy lehetne a fenevad bélyege, ha a fenevad még nincs itt? Hogyan tudnád imádni a fenevadat, ha a fenevad még nincs itt? Akkor azt mondják, ez a fenevad rendszere, ez egy új dolog, a fenevad rendszere. Megpróbáltam megtalálni a Bibliába, és nem sikerült. De egy dolgot elmondhatok, hogy az iPad, az iPhone is része ennek a rendszernek, ha erre az útra lépsz. Nagyon óvatosnak kell lennünk. Jelenések könyve 13 azt mondja, megadott neki, hogy mindenkit, kicsiket, nagyokat, gazdagokat, szegényeket, szabadokat, szolgákat jobb kezükön, vagy homlukukon bélyeggel jelöltessenek meg. Láttál itt valakit, aki itt kapta meg a vakcinát? Nem. Látod? Ezt próbálja elmondani. Vigyáznunk kell, hogy ne ragadjunk ki dolgokat a szövegkörnyezetből. Ott van a fenevad száma, itt van a fenevad neve, ott van a fenevad imádása. Igen, tudom, hogy a végén élünk. Igen, látom, érzem az Antikrisztus felemelkedését, a színpad készen áll. Igen, de ne felejtsd el, hogy november közepén, amikor a karácsonyi fényeket nézed, az azt jelenti, hogy a hálaadás közel van. Először az elragadtatásnak kell megtörténni, ezt ne felejtsd el. Halló! Hányan vagytok a vérhold áldozatai? Azért támadtak rám emberek. Jelenések 6.12, az én láttam, amikor feltörte a hatodik pecsétet, nagy földrengés támadt. A nap elsötétült, mint egy fekete gyászlepel, a hold pedig egész olyan lett, mint a vér. Igen, ez ott van. De ez a hatodik pecsét. És nem vérholdak, hanem hold. Megnéztem, egyes szám, nem többes. Bérabelieknek kell lennünk, ami azt jelenti, hogy kik voltak a bérabeliek, cselekedetek 17, a testvérek pedig még aznap éjjel elküldték Pál Szilásztal együtt Bérába, amikor megérkeztek, bementek a zsidók zsinagógájába. Ezek nemesebb lelkiek voltak, mint a tesszalonikaiak. Hogyan?
teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e. Látod? Az írásokat kell kutatnunk, nem a YouTube-ot nézni. Kutassátok az írásokat, nem a sarkokban. Kutasd az írásokat. Akkor készen állsz. Amikor látod a Szentírást, amikor a Biblia arról beszél, hogy zsidók visszatérnek a földükre az utolsó időkben, és látjuk, hogy a zsidók visszatérnek a földükre. Halló! Ez akkor igaz? Ó, én nem hiszem, hogy ők igazi zsidók. Kik ők? Eszkimók? Mondd ezt Hitlernek, ő pontosan tudta nevüket, a címüket, egyenként ment utánuk. Amíg nem tudod, mi a nagy nyomorúság, azt sem fogod tudni, hogy mikor kezdődik. Ez a probléma, az emberek lealacsonyítják a nyomorúságot, bezártságát teszik. Viccelsz velem? Viccelsz? Tudod egyáltalán, miről szól a nagy nyomorúság? Ez egy olyan esemény sorozat, amelyet Isten ítéletének tekintenek. Mire? Figyelj, a menny sátáni seregei és a gonosz emberek itt a földön felkészítik Izraelt arra, hogy Jézus messiaként fogadja el az ő visszatérésekor. Nem ezt látjuk most. Nem szabad elfelejtünk a különbséget Krisztus napjáról, amikor Krisztus a földre való visszatérésről beszélünk, és az Úr napjáról, amikor Isten ítéletéről beszélünk, ami itt lesz a világban. Erre kell emlékeznünk, mert sokszor megjelenik, és nem szabad összekeverni ezt a kettőt. Nagy nyomorúság az Úr napja, hölgyeim és uraim. Nagy nyomorúság, mellesleg sok neve van. Nagy nyomorúság általánosságban beszél a földről, Isten haragja a gonosz népre szól, a próba órája a korszak szentjeinek szól, Jákob nyomorúsága pedig természetesen Izraelre vonatkozik. Emlékeznünk kell erre, és nem szabad összekeverni ezeket a dolgokat. Az Úr napja három rétegből áll. Először Isten sátánnal és az ő démonaival foglalkozik, aztán Isten a nemzetekkel, és végül Isten Izraellel foglalkozik. Ne felejtsd el ezt! Ez hét bibliai év, amit jól láthatunk az írásokban. Dániel könyvében, ahogy ezt már említettem, ez lesz a 70. hét, nevezetesen 7 bibliai év, 360 napos, egyenként 2500 nap, 25.000 és 20 nap. Miért mondom ezt? Miért olyan fontosak a számok ebben az esetben? Mert azok, akik azt mondják, hogy az elragadtatás egy nagy nyomorúság kellős közepén fog megtörténni, valójában tudják a napot. Mert pontosan tudjuk a nyomorúság hosszát. És a 2520 nap, akkor 1260 nappal kezdés után lesz az elragadtatás. De nem tudjuk a napot és az órát. Látod, értsd meg, még a nyomorúság végén sincs értelme. Mi Isten története, bungee jumping, felvis és azonnal le is dob. Nincs értelme, mert Jézus azért ment el, hogy helyet készítsen nekünk ott. Akkor miért nem maradunk ott egy kicsit? Halló, ráadásul esküvőn kell részt vennünk, ahol ráadásul mi vagyunk a mennyasszony. Az Úr napja, a nagy nyomorúság sok helyen le van írva Ézsaiás könyvében. Ézsaiás is beszél erről, azon a napon megbünteti az Úr az ég seregeit odafönn a magasságban, és a föld királyait a földön. Összegyűjtik őket, ahogy a foglyokat gyűjtik a verembe, börtönbe zárják, és hosszú idő múlva megbüntetik őket. Látod? Az Úr napját Joel könyvében is megtalálod. Egyébként Joel könyve csodálatos, egy-két rétegű leírás az ő idejéről, és ami később jön. Nem tudom, hogy látod-e, de nézzük meg, mit ír le Joel. Először is látod, történt ilyesmi a ti napjaitokban? Az akkor napjaikról beszél. 2700 évvel ezelőtt, vagy még atyáid idejében, aztán leírja az Úr napját Júda számára abban az időben. Azt mondja az első fejezet harmadik versében, de Joel túllép ezen, és erről beszél, beszéltek el fiaitoknak, fiaitok, meg az ő fiaitoknak, azok pedig a következő nemzedéknek.
Jövőről beszél, az Úr napja Izrael számára, sáskának látszó sereg inváziója. Emlékeztek jelenések könyvében? Már beszéltünk erről. Látod, ez egy másik dolog, ami a jövőben fog megtörténni. Izrael profétái már akkor látták. Ezt nem csak az Új Szövetség írja le. Nézzük a vérholdat, csak hogy megértsük a következőt, hogy tisztán lássuk a végidőket. Nézzük meg ezt az esemény sorozatot. Itt van a gyülekezet kora, ahol most élünk. Nem tudjuk, mikor lesz az elragadtatás, de egy dolgot tudunk. Ott lesz Ezékiel háborúja, természetesen. Világosan látjuk, hogy a nap elsötétül. Joel 2-3. Jelenések 6-ban, Joel 2. fejezetében, Jelenések 16, és Joel 3-ban látjuk ezeket. Mindez akkor kezdődik, amikor elmegyünk innen. Látod? A történelemben mindig voltak vérholdak, napfogyatkozások, de ez a profétiai halmaz akkor kezdődik, amikor mi elmentünk innen. Mi van Jeremiással? Jeremiás Izrael népéről beszélt. Jeremiás 35-ét így szól az Úr, riadt, lármát hallok, rettegés van. Nincs békesség. Kérdezzétek meg, nézzetek utána, szokott-e szülni férfi ember, tudom, Amerikában. De itt igazi férfiakról beszél, akik nem tudnak. Majd figyelj, miért látok ennyi férfit ágyékára tett kézzel, mintha vajódnának? Miért sápadt el annyira minden arc? Jaj, mert nagy nap lesz az, nincs hozzá fogható. Azt mondja, minden, amit eddig láttál, még a holokauszt is elhalványul ahhoz a naphoz képest, amely Izraelre fog jönni. De nézd meg az ígéretlen végét. Nyomorúság ideje lesz Jákobnak, de megszabadul belőle. Még Dániel is a 9. fejezetben beszél erről. De persze nézzük meg a 11. fejezetet, és a 12. fejezetet szeretnék egyenesen... Nos, mindegy. Menjünk most a sátáni seregekhez. Ez az idő büntetéshoz. Ézsaiás 27.1. Azon a napon megbünteti az Úr kemény, nagy erős kardjával Leviatánt, a gyors kígyót, Leviatánt, a tekergő kígyót, és megöli a tengerben lakó szörnyeteget. Látjátok, az összes sátáni teremtmény, az összes sátáni sereg azon a napon meg lesz ítélve. Ha ez nem elég, mi van az akkori nemzetekkel? Joel 4.1. Mert íme azokban a napokban és abban az időben, amikor jóra fordítom Júda és Jeruzsálem sorsát, összegyűjtök minden népet, Josafát völgyébe vezetem őket, és ott tartok ítéletet fölöttük, amiért szétszórták a népek közé tulajdon népemet, Izraelt, és felosztották országomat. Nézd, ha Isten megbünteti a nemzeteket, amiért gyűlölik Izraelt, és ártanak neki, hogy gondolhatod azt, hogy egy hívő gyűlölheti Izraelt? Ezt azért mondom, mert elég úgy nevezett keresztényt láttam már, akik lelkes antiszemiták. Gyülekezetet vezetnek. Az Amerikai Egyesült Államokban, nem csak máshol. Ami Izraelt illeti, ez Jákob nyomorúságának az ideje. Amikor Izrael, mint nemzet megérti, hogy az emberek által teremtett vallás és hagyomány nem tudja megmenteni őket. Kudarcot vall. Amikor eljön ez az idő, Izrael meg fogja érteni, a mi tóránk, a tóra és a talmud és a misna értelmezése, és a midrás, a mi rabjaink, a mi rabbinikus seregeink, ők nem tudnak nekünk megoldást adni. A Biblia Hóseás 5.15-ben azt mondja, majd visszavonulok lakóhelyemre, amíg meg nem bűnhődnek, és hozzám nem folyamodnak, nyomorúságukban keresnek majd engem. Amikor Izrael ilyen nyomorúságban lesz,
csak akkor fogják komolyan keresni őt. És nem játsszák a vallást, ne gondoljátok, hogy saját tetteik által megmenekülhetnek, és saját micváik miatt megmenekülhetnek, üdvösséget nyerhetnek a hovatartozás által, csak azért, mert zsidók. Nem. Nem, meg kell érteniük, hogy senki sem jut el az atyához, hanem Jeshua, a messiás Jézus által, senki más által. Jeremiás azt mondja, amit már korábban idéztem, ez egy nagyszerű nap, ami még soha nem volt a történelemben. Ezt szerettem volna idézni. Dániel 12:1. Figyeljetek arra, amit Dániel mond. Abban az időben eljön Mihály, a nagy fejedelem, a hatalmas arkangyal, aki a te néped mellett áll. Gábriel beszél Dánielnek Mihályról. Mert Gábriel az ENSZ-ből való. Nemzetközi ügyeket intéz. Mihály az, aki Izraelért van. Most figyelj, azt mondja, Mihály feláll, a nagy vezér, aki a te néped mellett áll. A nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt, mióta népek vannak. Érted, mit akarok mondani? Minden, az összes népírtás, amin Izrael keresztül ment, el fog halványulni ahhoz képest, amit a nyomorúság ideje fog hozni. De itt van a lényeg. Nézd meg, mit mond. Addig az időig, de abban az időben megmenekül néped. De Dániel itt kap egy bombát. Azt mondja, ki fog megmenekülni? Mindaz, aki micsoda, be lesz írva a könyvbe. Milyen könyvbe? Az életkönyvébe. Ki van beírva az életkönyvébe? Akik hisznek Jézusban. Érted, hogy mit mondott? Azt mondta, Izraelnek ahhoz, hogy megszabaduljon, be kell írni a nevét az életkönyvébe. Ami azt jelenti, hogy el kell fogadniuk a messiást. Sokan nem értik a megpróbáltatások súlyosságát. Ezért hívnak minden lezárás, minden vakcinát, vagy bármit. Azt hiszik, hogy ez a nyomorúság, még csak nem is értik. Ennyire közel sem vagytok hozzá. Nyomorúság olyan mértékű, hogy még szavakkal sem tudom leírni. Elkészítettem ezt a táblázatot, hogy megértsétek többé-kevésbé. 7 pecsét, 7 trombita, 7 tál, az Antikrisztus fel fog támadni, hamis béka, háború, éhség, halál, világ lakosságának negyedének halála, több mint 2 milliárd ember fog meghalni. A föld, a menny megrendül, 144 000 elpecsételt, csend a mennyben, aztán átköltözünk a fák egyharmadára, a fű elpusztul, a tenger élővilág egyharmada, a hajók elpusztulnak, az édesvíz egyharmada mérgező, ez csak a harsonák. A nap, hold, csillagok egyharmada elsötétül. És ha még ez nem lenne elég, vannak démoni sáskák is, amit már jól is megjósult, nem csak a Jelenések könyve. Második jaj, tűz, kénkő, megmaradt emberek, egyharmada meghal. 7 proféta prédikál és csodákat tesz. Krisztus uralma előre látható, de aztán jön a 7. tál. Kelések lesznek, minden tengeri élet elpusztul. A földbolygóbb összes vize mérgezett, perzselő nap fogja sújtani az embereket, nem is találnak majd módot arra, hogy orvosságot találjanak, vagyis az emberek megégnek a naptól. Mély sötétség, lázadó emberiség, Istent átkozzák. Még akkor is, ha tudják, hogy neki van hatalma megállítani ezeket a dolgokat, de káromolják az ő nevét, és nem térnek meg. Az Eufrates folyó szára, az Armageddon csata, világméretű földrengések, Babilon elpusztul, hatalmas jégeső jön felülről. Mindez nem történt meg. Mindez meg fog történni. Mi pedig nem leszünk itt, amikor ez megtörténik. Ez Isten ítélete. Ez az Úrnak a napja. A jó hír, hogy Isten ítélete a gonosz emberek felett itt a földön, az igazak elvétele után fog megtörténni. Honnan tudod ezt? Miről beszélsz, Willis? Hát,
1 Tesszalonika 5.9 azt mondja, mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tudtad, hogy olvastam az egyházatják írásaiban a második századból, hogy már akkor hittek a nyomorúság előtti elragadtatásban. Miért? Mert már akkor látták az űrzavart, ami egy házban kezdődött. Irineusz írt az eretnékségek ellen, írt egy könyvet, az 5. könyvet, olvassátok el, de hát próbáld meg elolvasni. Elképesztő. Ez nem a 19. század találmánya, ez nem valami új ötlet, amivel megpróbáljuk egymást megvigasztalni. Nem. Ez a Szentírás, és később már a második században megértették ezt az egyházatják. 2 Tesszalonikus 2:7-8. Törvénytiprás titokban már folyik, ezt már olvastuk, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az útból. Jelenség 3:10-ben azt mondja a filadelfiai gyülekezetnek, mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged. Egyébként ugyanezt mondja Irénaeusz is, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, kiket? Emlékeztek, földlakók, beszéltünk róla. Ő nem tart meg minket, de megóv minket attól. Nagyon fontos számomra, hogy ezzel foglalkozzak, mert a dolgok nem fognak javulni. Megvan a bátorítás ajándéka. De elárulom, még nem láttál semmit sem. Csak azért mondom, hogy megértsétek, ha nem maradtok az igében, és ha nem ragadod meg az ígéreteket, amiket kaptunk, emlékezz, aki az ígéretet tette, ő hűséges, ő nem változik. Míg ha hitetlenek is vagyunk, ő hűséges, mert nem tagadhatja meg önmagát. Ez az az Isten, akit szolgálunk. Isten nem várja jóváhagyásod. Megengedett, hogy megtegyem ezt vagy azt? Nem. Mindig elmondom az embereknek, hogy olyan világban élünk, ahol a dolgokat Isten már látta, és hála Istennek, ő küld nekünk egy e-mailt, egy melléklettel, és pontosan megmondja nekünk, hogy mi fog történni az ő kegyelméből. Ézsaiás 46:9-10 azt mondja, én vagyok az Isten, nincs más Isten, én vagyok, nincs hozzám hasonló, előre megmondom a jövendőt, és régen, amíg meg nem történteket, ezt mondom, megvalósult tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik. Istent nem éri meglepetés. Az egyház nem fogja elveszíteni mennyasszonyi státuszát, csak azért, mert tudod, Ausztráliában zárlat van, vagy mert valami más történik Amerikában. Nem. Nézd, a dolgok rosszul fognak alakulni, sőt, még rosszabbul is. De azt a megbízatást kaptuk, hogy foglaljuk el magunkat, amíg ő el nem jön. Soha nem ígérték meg nekünk, hogy minden rózsás lesz. Jézus azt mondta, hogy ebbe a világba, biztos vagy benne, hogy nem azt mondta, hogy minden csodálatos lesz? Azt mondta, és ő soha nem hazudott a tanítványainak, azt mondta, hogy ebben a világban nyomorúságotok lesz. De azt is mondta, de örüljetek, mert én legyőztem ezt a világot. Szeretném, ha tudnátok, hogy a hívők reménye nem a kormányaink. Nos, én 45-öt akarom visszakapni. Te Jézust akarod. Hidd el! Én egy olyan országból származom, ahol a vezetőnket leváltották, és most új kormány van.
Hányit szeretnék, amikor látom, hogy csinálják a dolgokat. Ezekben a napokban jobban ragaszkodom mennyei polgárságomhoz, mint valaha. Mennyei útlevelem bármelyik percben készen áll a pecsételésre. Ne felejtjétek, a végidőket világosan megjósolták. Jézus olyan nagy lelkű volt a tanítványokkal, időt szakított arra, hogy leüljön velük az olajfák hegyén, és részletesen elmagyarázza dolgokat. Az olajfák beszéd a Szentírásban csodálatos profétiai rész. Valójában mi vagyunk az egyetlen hit, ami létezik a világon, akinek a könyvének majdnem egyharmada a jövő eseményeiről szól. Isten nem félt nekünk elmondani, hogy mi fog történni, mert a mi Istenünk tudja, hogy mi fog történni. Ez nem talán lehet valószínűleg esetleg, ez egy biztos dolog. Az életünk és a világ eseményei két különböző dolog. Világ események meg fognak történni, akár tetszik, akár nem, de az életedben hozott döntéseit fogják meghatározni, hol leszel ezekben a világ eseményekben. Megértetted ezt? Nos, én itt akarok lenni a nyomorúság idején. Menj csak! Nekem mindegy. Ez az, ott könnyebb lesz fenn nélküled, még több hely lesz. Mi a fenéért akarnátok átmenni a nyomorúságon? Nos, úgy gondolom, hogy az egyháznak szenvednie kell. Tényleg? Minek? Hogy igazolja az üdvösségünket? Ez rólunk szól? Arról szól, hogy mennyit szenvedünk? Tehát azt mondjuk, oké, most már megérdemlem azt az üdvösséget. Nem. Nem érdemled meg az üdvösséget. Nem vagy jó. Várjunk egy kicsit, én jó ember vagyok. Nem vagy, ez mindenki vétkezett és nélkülözi Isten dicsőségét. Isten megmentett téged kegyelemből Jézus engesztelő halála és vére által a kereszten, nem pedig azért, mert valami jót tettél az életedben. A belévetett hit, amit tett, az adja meg neked az üdvösséget, nem az, amit hozzá tehetsz. A cselekedetek pedig az üdvösséged melléktermékei, nem ezek az előfeltételei. Nem kell ABCD-t tenned ahhoz, hogy megmenekülj. Ő mindezt megtette. Neked csak hinned kell. Tehát reméljük, hogy nagyon hamarosan látni fogjuk a királyunkat. A mi reményünk, figyeljetek, a mi reményünk az, Jézus Krisztust fogjuk meglátni, nem pedig az Antikrisztus, emlékezz erre. Mi reménységünk az, hogy ő, aki megígérte, hűséges. Isten minden ígérete, igen, és ámen. Okay? Ne felejtjétek, nincs semmi, amit ő soha, de soha nem tudna teljesíteni, ha megígérte. Tehát, elkezdődött a nagy nyomorúság? Nem. Atyám, köszönöm neked az igédet, köszönöm az ígéreteidet, köszönöm a világos útmutatásokat, amelyeket a Szentírásból kapunk. Köszönöm, Atyám, hogyha a te igédben vagyunk, ha jó béraiak vagyunk, akkor készen állunk. Nem csak készen állunk, de nem fogják ellopni az örömünket sem. Nem lopják el a reményünket. Nem leszünk olyanok, mint akiknek nincs reménységük. Atyám, a te ígéd által megígérted, hogy nagyon hamarosan elküldöd Jézust a felhőbe, hogy találkozhassunk vele a levegőben. És te azt mondtad nekünk, vigasztaljátok egymást ezekkel az igékkel. Ezért ragaszkodunk ez az ígérethez. Köszönjük neked ezt a reményt, amit kaptunk. Köszönjük neked, Atyám, hogy nem a te haragodra vagyunk ítélve. Hálát adunk, hogy te magadod veszel minket, megmentesz minket a megpróbáltatásnak abból az órájából, amely hamarosan eljön erre a világra. Köszönjük, hogy szereted gyermekeidet, és azt akarod, hogy te mennyasszonyod, hogy ne legyen megvert asszony, mielőtt még eljutott volna az esküvőre. Hálát adunk neked, hogy hamarosan elviszed, mennyasszonyod. Szeretünk téged, áldunk téged, imádunk téged, annyira örülünk, hogy személyesen ismerhetünk téged, mint Urunkat és megváltónkat. Mindezt Izrael szentjének páratlan nevében imádkoztuk.
királyok királya, az urak ura, Isten báránya, Júda törzsének oroszlánja, Immanuel a békesség fejedelme, aki azért jött, hogy meghalljon, hogy mi éljünk, akinek a neve minden név fölött való, aki a békesség ura, aki békességet adhat nekünk most, és mindörökké, itt, és mindenütt. Az ő neve Jesua, Jézus, ő a mi üdvösségünk, csak is az ő neve által. Az ő neve által, az ő nevében imádkozunk. Isten egész népe pedig azt mondja, Amen.